Jó estét kívánok! Magyarországon 2-2,5 millió kutya él. A háztartások közel felében van kutya. Nem tudjuk megkerülni őket, és én nem is akarom. Sőt, talán többet tanulhatunk tőlük, mint gondolnánk. Együtt élünk a kutyákkal, és ez elengedhetetlen, hogy neveljük, tanítsuk őket. Mára már bebizonyították, hogy a klasszikus, alapvetően büntetésen alapuló kiképzési módszerekkel szemben a jutalmazáson alapuló, úgynevezett pozitív kiképzési módszerek mind hatékonyságban, mind állatjóléti szempontból jobbak. Így egyre inkább elterjed ez a nézet a gyakorlatban is. De vajon ez egy általános séma? Minden pozitív kiképzési módszer ugyanolyan jó minden kutyának? Gazdák és szakértők is megfigyelték, hogy egyes kutyák olyan szélsőségesen reagálhatnak a kiképzésnél használt jutalomra, ami leggyakrabban jutalomfalat vagy labda, hogy ez a kiképzés sikerét derékba töri, sőt egészségügyi, vagy viselkedési és szociális problémákhoz vezethet. Ennek ellenére az ebből adódó kérdést mindeddig nem vizsgálták, hogy vajon miért lehet ez. Arra vagyunk kíváncsiak, mi lehet az, ami egyes kutyákat hajlamossá tehet a jutalomérzékenységgel kapcsolatos problémák kialakítására, hogyan tudjuk megelőzni vagy megoldani ezeket a problémákat, és mi a szerepe ebben a kiképzésnek. Egy nemzetközi online kérdőíves kutatással vizsgáltuk a kutyák közti egyedi különbségeket, mely kitért mind a kiképzés módjára, a kutya-gazda kapcsolatra, a jutalomhoz való viszonyra, és az ezekkel összefüggésbe hozható egyes személyiségjegyekre. Majd viselkedéstesztre hívtam a kérdőívet kitöltő kutyákat, ahol vizsgáltuk a viselkedésüket jutalmazó és jutalmat megvonó helyzetben. Mind a kérdőívben, mind a viselkedéstesztekben érdekes dolgokat találtunk. Eredményeink arra utalnak, hogy valóban kialakulhatnak a kutyáknál a jutalomérzékenységhez köthető viselkedési problémák, és ezek összefüggésbe hozhatók mind a kutya fajtájával, mind az alkalmazott kiképzési módszerrel, a jutalommal, a jutalmazás gyakoriságával, egyes személyiségjegyekkel, de talán a legérdekesebb, hogy mind a személyiségjegyek, mind egyes viselkedések, amiket a viselkedéstesztekben tapasztaltunk, nagyon is hasonlítanak az emberi függőséggel kapcsolatos ismereteinkre. Az elmúlt években megmutatták, hogy a kutya jó modellállata lehet egyes emberi viselkedések és folyamatok vizsgálatának, amennyiben azok emberen közvetlenül nem vizsgálhatók, vagy a folyamatok megértéséhez összehasonlító vizsgálatokra van szükség. Ez alapján a függőség is ezek közé a folyamatok közé tartozhat. Mindamellett, hogy a kutyák segíthetnek nekünk megismerni saját függőségeinket, mi is segíthetünk nekik. Hiszen azért, mert tudunk valamennyit a függőségekről. Az emberrel kapcsolatban tudjuk, hogy a jutalomérzékenység alakítható, és ez alapján következtethetünk arra, hogy ez kutyákban is megváltoztatható lehet a megfelelő módszerekkel. Köszönöm a figyelmet!